megmutatja a karakterét a csapatnak, hogy mi csak tartottuk magunkat a megbeszélt taktikához. Sajnos elég sok helyzetet kihagytunk a második harmadból, úgy érzem, akkor átvettük a meccset, de a harmadik harmadban nagyon visszajöttek ők is, és volt nyomás, meg helyzeteik, de szerencsére csapatként játszottuk végig, és bíztunk a csapat szisztémájában, meg mindenben, amit megbeszéltünk, és végén ez eredményt hozott. Az első meccs az mindig nagyon nehéz, főleg jól kezdett az ellenfél, talált egy gólt szinte az első lövések egyike bement, úgyhogy ez egy kicsit meghatározta a meccsnek az elejét, éreztük azt, hogy folyamatosan feljavulunk, úgyhogy nem is teljesen simán, de azt gondolom, hogy sikerült dominálni a végén, nagyon sok helyzetünk volt, sok helyzetet alakítottunk ki, és örülök neki, hogy ez bement, ilyenkor ez azért soha nem egyszerű, nagy volt a nyomás, de mindenképpen szerettük volna megnyerni ezt a meccset, és örülök, hogy sikerült. Az első harmadban nem, első 10 percben nem nagyon jött ki a játék, akkor az ellenfél jobb volt, de egy jó csapat ellen játszottunk, és néha így van, hogy a másik ellenfélnek is van momentuma, és pont ez lett, de a másodikban nagyon átvettük a játékot, a harmadikban olyan, úgy értem, sok kialakult a gól előtt is, az adott előnyben is alakítottunk egy pár nagy helyzetet, meg 5-5-be is, és türelemmel utolsó percekre lehoztuk a meccset, és ez a lényeg. Megmutatja a karakterét a csapatnak, hogy mi csak tartottuk magunkat a megbeszélt taktikához, tudtuk azt, hogy ha azt folytatjuk, azt a játékot, amit megbeszéltünk, sokat korcsiázunk és fizikai játékot erőltetjük ellenük, akkor meg lesz ez a mérkőzés, csak türelmesen kell várni, ki kell alakítani a helyzeteket, és minden rendben lesz, és így alakult, úgyhogy örülök neki, hogy megnyertünk, mert tényleg ez egy komoly tartás az a csapatnak innentől. Holnap a csoportmeccs közül a legnehezebb jön nektek Kazahsztán ellen. Mi lesz? Nyilván sokkal nehezebb lesz, mint a mai, de mi is jobbak leszünk, mint ma voltunk. Kíváncsian várom azt a meccset, mindig jó egy erősebb csapat ellen játszani, tudjuk azért, hogy a kazakok erősebbek papíron, mint mi, de azt gondolom, hogy várjuk a feladatot, mindent meg fogunk tenni ugyanígy a győzelem érdekében, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Mindig más, ez más meccs, más ellenfél, ez nehéz válaszolni, hogy milyen játékok, de tényleg oda kell készülnünk, és inkább arra számítunk szerintem, hogy náluk lesz többet a korong valószínűleg, de a védekezésre lesz az első, és ugye a támadó játékosaink megvannak ahhoz, hogy rengeteg akciót tudjunk kialakítani, és kontrákat is.